Na, van még egy lépés, mielőtt a konyhát beszerelhetnénk, a kagylót meg a konyhaasztalokat. És az a wall base. Baseboardnak hívják, ami fából van, egy kemény anyagból, ezt, ami ilyen gumiból van, ezt wall base-nek hívják. Ilyen gumis anyag, vinilines, mit tudom, miből van. Felszámok hozzá. Folyékony szög. Szeg. Kinyomópisztoly, vágók és kesztyű, ennyi. Tehát ezt elég egyszerű felrakni méretre. Levágod. A hátát meg kell egy kicsit ragasztózni. Felső felire kell hagyni egy ilyen szűk centit, hogy oda ne tegyél ragasztót, mert akkor rányomod, akkor ki fogja felülnyomni a ragasztót. Tehát így egy csikot ide, vagy cikcakba így. És ennyi. Na, ragasztjuk fel, ám, hogy fog kinézni. Nagyon jó fog kinézni az az érzésem. Na, gyerekek, milyen lett? Olyan, mint a csics. Azt hiszem, hogy igen. Ja, nem tökéletes, mert ugye helyenként egy kicsit hullámos. Meg egy-egy helyen, ahol a csempe nem tökéletes, egy kicsit egyik csempe fennebb áll. Ott ugye van egy kis görcs. De jó van az úgy. A lényeg az, hogy jó néz ki. Fehér fal, világosabb barna csempe és sötét barna szegély. Nekem tetszik. Meg az a jó még ebbe a kamera miért ugrál? Vagy csak képzelődök? Úgy látom, mintha ugrálna. Na, mindegy. Esküszöm, be van zoomolva, nincs. Ez a cucc. TP Rubber Wall Base Commercial. Hívják Rope. Kamera miért ugrál? Na jó. Ennyi ez. Jó, mielőtt raktam ezt le, még a csempét felmostam. A festék meg gipsz maradmányokat eltüntettem. Na jó, vegyük az asztalokat, és dobjunk be két asztalt, fogunk bedobni egyet ide és egyet oda. Mind a kettő 8 láb hosszús, akkor a kagylót belé kell szerelni, és a tetejére majd az asztalnak rakunk cementbordot és csempét. Ezt a szép porcelán csempét, ha már megvettem. Ki ne dobjam. Oké. Okay. Ja, hát ma már nem fejezem be, de az asztalokat legalább fel akarom szerelni, és esetleg a kagylót beleszerelni. És akkor hónap megcsináljuk a cementbordot, csempézést. Nem tudom, a kamera miért ugrál, és egyenesen tartom, és mégis ugrál. Na, mi a helyzet, delekek? Be van indítva az asztalos műhely. Ja, egy kicsit kellett módosítani csak az asztalokon. Lábakból ki kellett vágjak egy darabot, mert ez egy kicsit túl magasra, 38 incsesre, 38,5 incsre csináltam. Most lemepozom, az összmagasság 36 incs legyen szabványméret. Közben beszereltem ide a munkapadot, az egyiket. Ugye, mert ott útba volt, se tegyem ide fel, ide fog majd jönni a másik 8 láb hosszú. És aztán innen pakolok cuccokot. Azt fogom csinálni, hogy ideiglenesen ide fogok rakni tetejére mondjuk szerszámokat, amit megtartok egyelőre, amire még szükségem lesz néhány hónap végig, és aztán alája ilyen ládákba, dobozokba, amit nem tartok, meg eladok, vagy kidobok, vagy mit tudom én, ingyen odaadok valakinek. Na, úgyhogy ugyanígy most a falra fel kell fogassak két tubájfort, ezeket. És az asztalokat tegyem ide helyre, egyiket ide, egyiket oda. Mérjem be a kagylót, vágjak egy lyukat neki, tegyem a kagylót helyre, és mára annyi lesz, mert futunk bele ma az éjszakába ismét. Ja, átelik az idő, sok tapnyolása, méricskérés, vágás, stb. Oké. Okay. Akkor
Nyomjuk ezt a kettőt is a helyére. Ám, hogy fog kinézni. Ah, lesz konyhám végre, gyerekek, így örülök. Na gyerekek, haladunk szépen. Taknyolós munka, már vízmértékbe kell tenni mindent, ugye fel kell fogassam oda alul azokat a léceket a falra. Ki kell mérjem mindent. Mágnessel megkeressem, hol vannak az oszlopok, mert ahelyett a csempére egy-egy vonalat húztam volna, átlátottam, mielőtt ugye lefestem. Na mindegy. Lényeg az, hogy megvan. Szépen össze van hozva, vízmértékbe lecsavarozva. És most már csak az maradt hátra, hogy a dupla kagylónak vágjunk ügyesen egy likat. Ide kirajzolom, vágok egy lyukat, hogy ezt a részt ugye süllyesszük bele. És akkor azt hiszem már ennyi lesz, mert megint már hajnal, nem tudom, 2:30, lehet már 3 óra is van. Már elfogyott a cseresznye pálinkám is. Nem pálinka. Csak ilyen üdítő gyümölcslé. Na jó. Hadd lám, hogy csináljuk ezt a likvágást. Amúgy jó lesz itt, látod, egy annyi maradt hely pont, hogy el lehet járni. Tehát úgy engedtem, hogy ezt a 8 lábas beengedtem a falig, hanem túl kirugott volna ide, ha még 2 lábbal árébb jött volna, hogyha ezt beengedtem a falig, és másikot neki, tehát arrafelé 10 lábot rúg ki. Tehát 2 8 lába hosszú asztal. El is lehet mellette járni, de hogy valaki ajtót akar majd vágni, be lehet ajtót vágni, ugye itt a frame ki van hagyva. De ennyi. Na jó, vágjuk ki azt a lyukat. Bemérem, és a körfűrésszel megeresztem. Vagy a szalszóval ezt a 2 szalszámot használtam. Amikor lehet egyszer, akkor a cirkulát használom, ezt a kézi ügyes kicsi Ryobi körfűrészt. Amihez nem férek hozzá azzal a szalszót. Szalsz all, elvág mindent. Na jó. Vágjuk el, dobjuk be a kagylós, már arra annyi lesz, ma már nem csinálom meg a csempézést. Na gyerekek, olyan likat vágtam, mint a csics. Ja, szépen berajzoltam, 19,5 inch széles, 30 inch hosszú. Megmaradt egy szép plywoodom, ez jó kemény, 3/4 inches plywood. Ez sokat megbír. Na, de próbáljuk bele rám, hogy passzol-e. Tegyem a kamerát. Mint Katikába. Ja, ki kell savazzam hónap a kagylót. Ugye megfogja ez a vasas víz, ilyen barnás lesz tőle. Nagyon csúnyán néz ki, hogy időnként ki kell foszfósabb, vagy mi az, amit rozsdamarásra nem fogja bántani, ugye az inoxot. Ja, van egy ilyen felvetője ennek, de ez nekem nem lesz elég itt ez a rés. Hát úgy hagytam, hogy pont ide 2 csempe elférjen. Csak alája nem fog bemenni, mert ugye ide jön egy cementbócs, fennebb fogja dobni, úgyhogy hagyok itt egy kis rést, és azt majd kifugázom. Na de, úgy gondoltam, hogy így rakom a csempéket. Már van itt egy kis izé. Gyönyörű szép csempék amúgy ezek. Porcelán csempék. Előbb így akartam rakni hosszába, de most így keresztbe jobban tetszik, mit szóltok? Mert nem lesz fugázás, tehát ezek olyan szépen passzolnak össze, látod, de nem is, majdnem a rés nem is látszik. Amúgy itt is elkezdtem. Csaptelepet kicserélem, és egyiket berakom, de nem kötöm be. Ez a régi, túl alacsony volt, nem jött eléget fel.
Most ezt teszem még Bernard a tavút. És ja, itt próbálgatom. Na, lássátok, így néz ki, hogyha hosszába teszed. Itt a bullnose. Ez az élvédő. Jó gömbölyű él. És itt jön a backboard, ezek lesznek. Ez lesz egy sor. Na, de így néz ki hosszabbas, így néz ki, mit tudom én, függőlegesen, és így visszintesen. Nekem így jobban tetszik. Nem látszik annyira, de van egy enyhe domborulata ennek. És hogyha így teszed hosszába, akkor az úgy fog látszani, hogy egy kicsit a középen úgy. De hogyha így teszed, mit tudom én, így jobban tetszik most. Meg könnyebb lesz így dolgozni. Csak rakod így fel egymás mellé, pak-pak-pak. Egy vágást a végén csinálsz. Na, mit szóltok? Fasz a konyhám lesz-e? Jó fog kinézni. Sárga szín nem nagyon passzol így a fehérre. Azt hiszem majd a kimaradó részeket fehérre festem. Eredetileg elgondolkoztam, hogy tegyek ide is egy ilyent. De most... Most úgy látom, hogy nem a legjobban passzolna itt. Meg az élit így hova tenném. Kilógna. Nem tudom. Na, jó van az. Most már úgy se számít, mindegy. Mondom, nem is csináltam volna ezt meg, hogyha az anyag meg nem lett volna. De ugye az asztalok már megvoltak. Csempe meg volt véve, mondom, már összedobom. Itt vagyok még 3-4 hónapot. Legyen egy normálisabb baska konyhám. Jó, hogy nem lesznek kabinetek, szekrények, mert most fölösleges, de ami nekem van szersz, ami gyerekek, van egy késem, egy villám, egy kanál, egy nyújtódeszka, és egy tál, amiből leszek. A turmix gép, kenyérpirító, meg instant pot, meg a légsütő, ennyi. Úgyhogy minek ott van minden a hűtőben, ami kell száraz kaja bent a szobába. A rizs meg ilyesmi csicseridósú. Na jó, menjek, mert már hajnal 4 óra van. Még egy zuhany kell dobjak. Hónap 11 órától itten idő szerint indul a világbajnokság. Megnézem, lazítok egyet, hónap pihenőnap. Vissza kell állják gyerekek a nappali műszakra, már unom ezt az éjjelit. Olyan baszott meleg volt ma és napközben, hogy egyszerűen nem tudtam, kijöttem és ájultam itt el. Mikor néha, amikor esik délutánonként kicsit leül az idő, de most nem is esett délután. Meg a tegnap is 4 óra volt hajnal, amire lefeküdtem. És elegem van most már az éjszakázásból. Most már a nagyja a mocsok munkáknak megvan, a többit már bírom csinálni nappal is. Ezen túl már csak ez lesz, ezt hónap befejezem. A hónap este még egy hajra ezt befejezem, a csempézést, kész lesz a konyha. És akkor már csak pakolászás marad, meg még egy kis gipszkartonozás itt ott, de nincs mit csinálni, mikor ilyen nagy dög meleg van. Hiába nyomod a ventilátort is magadra. Meg aztán olyan munkát csinálsz, hogy porozz, mint csiszolása, a ventilátort nem is tudod nyomni, csak a szemedbe nyomja be. Na jó. Akkor itt hogy legyen? Ajas, még egy dolog. Tehát hát ez nem direkt a falra jön, ugye, hanem előbb jön ide a cementboard. Egy fél incs vastagságú cementlap. És azt rá fogom csavarozni a plywoodra. Van, aki azt mondja, hogy előbb meg is kéne kenjem pinszettel. Tehát ezzel a, mint a csempe alá is teszél, pinszett, hogy hívják, ez a mortar. Mortar, mit tudom én. Csempe ragasztó, igen, az helyes kifejezés. Hát megkenjem én, de szerintem fölösleges. Tehát szerintem előbb a cement lapot ráfogatom csavarról, és akkor utána ugye megkenem se rá a csempét. És a csempét, mondom, nem lesz fugázva. Hát egy nagyon picit talán, de nem nagyon itt az illesztéseknél, meg ide nem tudom, ide nem tudok csempét rakni. Körbe itt csak megfugalzom, ide is teszek ugye ilyen izé. Ide is teszem az élvédőt. Bocs, a kamerát lógatom össze-vissza, de
Na. Évvédőt. És ide mi a francot tegyek? Nem tudom, hogy be tudok-e vágni ide egy darabot. Az a baj, csak ilyen taszigálós vágón van. Nincs gépi vágón. Olyas még a cementbord, jön a cementlap. Ne tegyek cementlapot, mit szóltok? Csak a csemperagasztó, húzzam le a fát. És arra tegyem jó vastagon, lecsemperagasztózom, és teszem arra a csempét. És akkor körbe tudnám itt a kagylónál is csempézni, végül is úgy lenne a fasz, hogy ezt is körbe csempézném, csak mondom, nem tudom, hogy tudok-e olyan darabokat vágni. Flexel ugye lehetne, csak nincs olyan lapom, ami vágja a csempét. Mondjuk, ha itt teszem egy kicsit tokánya az évvédőnél, itt akkor itt látszik, ja, hogyha hosszan tenném, akkor jobb lenne itt az illeszkedés az évvédőnél. Ja, mondjuk ez a csempe ugye nem erre van, ez mit tudom, fürdőszoba csempe, vagy járólapnak is használják, mit tudom én. De így meg egy kicsit itt kifugaznám. Ja, végül is mindegy, itt is ki lehet fugazni. Na, hogy legyen? Így legyen, vagy úgy legyen? És tegyek cementlapot, vagy ne tegyek cementlapot? Csempe alá. Az azért van, hogy kiegyenlítse. De hát ez sima egyenes, a felület vízmértékben van, úgyhogy és a falra is tehetném, nem? Mondjuk adnom még egy kis extra merevséget is az asztalnak. Na jó. Mit szóltok? Le vagyok merülve, gyerekek, végem van. Elbúcsúzok. Még a videót össze kell vágjam, összerakjam a klippeket, s feltűtsem. Na jó, akkor hónap ki akar világbajnokságot nézni velem élő adásba. És kommentáljuk élőbe. Vágtam ezt a szar plywood, hogy belélegeztem ezt a kibaszott szar port. Maszkot fel kellett volna tegyem. Mocsok. Na jó, akkor kellemes vasárnapot, találkozunk hónap élő adásba. Ja, itteni 11 óra Magyarország, akkor 5 óra, AD-be 6 óra. Na jó, pa.